A magányos lovas balladája. Innen menj éjszakra. Montana arra van. Tudod, a hadviselésben alapszabály, hogy nem szabad megosztani az erőket. Akkor tarts a fősereggel Peltonba, ott megbízható hadtest vár rád. Gyere oda. Karácsony táján visszajövök. Örültem, zászlós. Szintén, Bobby. Ja! Drága anya és apa, örömmel tudatom veletek, hogy úton vagyok haza. Miután elbúcsúztam az ezred tisztjeitől és katonáitól, civilben lovagoltam ki az erődből, immár mint Bobby Hathaway, az amerikai lovasság nyugalmazott tisztje. Elismerem, hogy miután 25 évig hordtam, meghatottan vettem le a kék egyenruhát. A bajtársam Mike Butler velem tart. Rengeteget portyáztunk együtt. Még nincs terve a jövőre. Remélem, nem haragszatok, hogy meghívtam Peltonba. Most, hogy visszatérek hozzátok, azt kívánom, hogy bárcsak a vasút már kész lenne. Akkor már holnap otthon lehetnék, és nem kéne két hétig nyelnem a port az úton. Alig várom, hogy újra lássam az unokaöcsémet, Curtist. Még iskolás volt, amikor eljöttem, de már akkor is deréklegény volt. A leveleitekből tudom, hogy a boltban nélkülözhetetlenné vált. Gondolhatjátok, mennyire várom a találkozást régi barátommal, Stu Crockerrel. Egyúttal remélem, hogy mivel a legjobb gyerekkori barátom sikeres üzletemberré vált, segít majd a boltunk bővítésében és a vevőkörünk növekedésében. Alig várom, hogy hazaérjek, és a családom, a barátaim közelében éljek, és hogy a félretett pénzemmel besegíthessek. Tudom, hogy a hosszú távol létem alatt hiányoztam nektek. Megnyugtatlak titeket, hogy ez az érzés kölcsönös. A mielőbbi viszontlátásra, szerető fiatok, harmadik Robert C. Hathaway. Gyerünk! Megint legyőztek, Elmo. Ja, holnap találkozunk. Bobby Hathaway. Mikor utoljára láttalak, sört rendeltél, igaz? Bizony. Jól emlékszel. Nagy itt a csend. Vasárnap mindig ez van. Apád azt mondta, hogy jössz haza. Mennyivel tartozom? Az én kocsmámban nem kell fizetned. Hát megjött a régi cimbora. Semmit se változott, igaz? Te annál inkább. Bármerre nézek a városban, ez is Stu Crockeré, az is Stu Crockeré. Isten hozott. Köszönöm. Szóval? A szalon is a tiéd? Egyebek mellett. Tudod mit? Elkísérlek a szüleidhez. Charlie? A régi időkre. Erre iszom. Ugyan már, Bobby. Csak most az egyszer. Ne kelljen könyörögni. A régi időkre. Az új lehetőségekre. Én beszéltelek rá a seregre, igaz? Jól sült el. Most mit tervezel? Dolgozom, pénzt keresek. Hé, hey, este gyere be a városba. Örömmel, miután üdvözöltem a szüleimet. Gyere be vacsorázni. Inkább nem zavarnék. Ez a te hazatérésed. Örülök, hogy újra látlak. Este gyere. Meglepetésem van számodra. Várlak.
Bobby, hát megjöttél. Mutasd magad. Azt hittük, hogy csak hétvégén érsz ide. És hol van a barátod, akiről írtál? A Mike elment éjszakra bölényre vadászni. Bobby! Nézzenek oda! Végre megjöttél. Mutasd magad. Curtis, felnőttél. Még nem mondtad neki? Nem. Isten hozott, fiam! Apa! De jó újra látni téged. Téged is. Álljon meg, uram! Fegyvertelen vagyok. Jöhet. Nincs gond. Vendég. Ne bámészkodj, gyere be és igyál valamit. Szép ez a hely. Nem William szép volt? De. Nász ajándékba vettem az asszonynak. Nős vagy? 4 éve. Gyere be. Szívem, szeretnék bemutatni valakit. Ezt le kellett volna fotózni. Edgar, gyere! Constance, örülök. Szia, Bobby. Nem akartam elrontani a meglepetést. Gyerünk, Connie, öled meg Bobbyt. Régi barátok vagyunk. Rajta, közelebb! Kérlek, Stu, nem számítottam erre, s lampos vagyok. Badarság, ragyogsz. Rajta, Bobby, öleld át végre. 15 éve nem láttátok egymást. Mehet, Edgar? Helyes. Csodás, nem? A legjobb barátom és a régi barátnője, a feleségem, újra együtt. Hát, nem zavarlak tovább. Szóval mehetünk? Igen. Elengedsz, drágám. Van mit megbeszélnünk. Gratulálok. Charlie, tekilát és sört. Elég zajos, nem? Jobb lenne egy csendesebb helyen. Mi az, derogál a szalonnal? Dehogy, ugyan már, Stu? Nem erre céloztam. De üde vagy. Ez a fiatalember, lányok, egy háborús hős. Most jött meg a vadak elleni harcból. Szórakoztassátok el. Rögtön jövök, Bobby. Jó mulatást. Hölgyeim, ha megbocsátanak. Nyálas képű. Ez már valami. Kérjen bocsánatot. Igazán? Igen. Csúnyán elszámítottad magad, ha arra számítasz. Nem ajánlom, hogy használd azt a bökőt. Még fiatal. Majd tanul. Ha megéri. Mivel Stu régi barátja vagy, borítsunk fájtlat a dolgokra. Ezek nem a fiam, Bobby. Örvendek. Remélem, játszik is rajta. Hú-hú! Bobby Hathaway! Hajrád is megjött.
Atya ég! Mutasd magad! Miss Irene, örülök, hogy látom. Jól tudom, hogy végeztél a hadsereggel. Igen, megkaptam az opsitos levelet és a járat. Helyes. Serena, kislányom, gyere ide! Szeretnék bemutatni valakit. Serena Sanchez, Edith Bobby hetővé és Dora Robert fia. Üdvözlöm, Miss Sanchez. Örülök, hogy meg is... Végre itt az ünnepelt! Indulhat a mulatság! Ez az, Kuzi! Körbenéztem, holnap reggel bozótot kell írtani. Segítenél? Persze. Figyelj, apa. Örülök, hogy soha nem kérdeztél Spencer's Driftről. Nem kell kérdeznem. Megtanultam én mindent a háborúról 36-ban San Jacintóban. A plecsniről, amit kaptam. Igen. A kitüntetés szép dolog, de a férfit, aki viseli, elsősorban az elesett bajtársaira és az általa megölt ellenségre emlékezteti. Jól mondom? Igen. Büszkék vagyunk rád. Nem csak azért, mert hősként értél haza, hanem mert olyan felnőtt lettél, amilyennek kiskorodban neveltünk. Köszönöm, apa. Kiürült a tárat, Krét. Ahány másodpercig tudsz számolni, a villámlástól a mennydörgésig, annyi mérföldre vagy. Ez 5 másodperc volt. Hosszabbnak tűnt, igaz? Ide vele. Ugyan, Stu, tudom, mit tettél másokkal. Csak meg akartalak előzni. Ha eladod nekem a folyó melletti földedet, életben hagylak. Itt a toll és a papír. A tiéd. Lloyd, elállt az eső. Fel se tűnt. Jó reggelt, Bobby. Jó reggelt. Későn keltél, Curtis. Virradat óta fent vagyok, egyesekkel ellentétben. Mit kérsz reggelire, Bobby? Semmit, anya, köszönöm. Mára tervezel valamit? Körülnézek a városban. Megnézem a boltot. Sok minden változott. Az hétszentség, hogy te semmit. Bobby. Áó! Az édesanyád nem tűri a csúnya beszédet a házban. Ne haragudj, anya. Hát, kilovagolok. Kihozom a lovat. Ó, oh. Curtis, te hízol? A kényelmes élet, kuzin. Mintha el sem ment volna. Ez biztos. Mikor mondod el neki, Robert? Nem tudom, kedvesem.
Nem tudom. Nézzenek oda. Látom, meg tudod ülni a lovat. Már senki nem teheti szóvá, hogy nem női nyerekben ülök. Kinek szedted? Az egyiket anyának, a másikat pedig egy barátnak. Mit se változtál, Bobby Hathaway? Te annál inkább, Connie. Igaz. Azt hittem, hogy San Franciscóban mész majd férjhez. Hát, én is. Szeretek ide kijárni. Jókat játszottunk itt kiskorunkban. Már rég volt. Várj, megfogom. Én is szedek az ebédlőbe. Nos, jobb, ha megyek. Mindig jó voltál hozzám, Bobby. Megérdemelted, Connie. Nocsak, nocsak. A tékozló fiú hazatért. Gus Kegel. Te vagy a serif? Hey, jó ízlésük van az embereknek. Mit szólsz Peltonhoz? Hát, nyugodt és csendes, mint az emlékeimben. Ja. Nem változott semmi, mi? Há, igen, serif. Nem sokat. Ha megbocsátasz, mennem kell a bíróságra. Örülök, hogy újra látlak. Én is, Gus. Hová mész? Corinthba. Miért? Szükség van kukoricára, babra, no meg friss tejre. A boltba. Ha! Indulás! Apa! Apa! Hé, fiam! Mi folyik itt? Semmi, kedreggel van, most nyitunk ki. Alig van valami a polcokon. Igen, hát van egy kis ellátási probléma. Ellátási probléma? Nehéz feltölteni a polcokat, pláne mióta Clint Attlee eladta a földjét. Ezt hogy érted? Stu Crocker folyamatosan bombázta az ajánlatokkal, és Clint végül beadta a derekát. Eladta neki a földjét, és visszament Tennessee-be. Curtis, ezért megy árujért? Megmondom az igazat. 2 éve meghoztam egy döntést. Úgy határoztam, hogy bővítem az üzletünket. Legyen nagyobb, szebb. De mielőtt elmentem volna a bankba, beállított Stu, és kedvező kamatért ajánlott fel kölcsönt. És? A birtokot ajánlottam fel biztosítékul az adós levelekért cserébe. Micsoda? Tudod, az idén rosszul ment az üzlet. A kölcsön miatt. Minden cent ráment a kamatokra. És mindenek a tetejébe az elmúlt 5 hónapban 4 áruszállítmányt raboltak el. Elrabolták? Banditák? Nem alkalmaztál őröket? Mit csinált a serif? Gász? Szóltam neki. Elbalagott a szalomba meginni egy kávét. De ez még nem minden. Folytasd. A jövő héten jár le az egyik adós levél. De nincs miből kifizetni. Miért nem szóltál erről? Nem akartalak terhelni vele. Nem akarom rád örökíteni a problémáimat. Apa!
Egy család vagyunk. A te problémád az én problémám is. Nem, ez nem igaz. De igen. Rendben. Kifizetem a megtakarított pénzemből. Dehogy fizetem. De igen. Éveken át spóroltam a nehéz időkre, és szerintem ez az. Fiam, figyelj rá. Nem, apa. Ezúttal én adok neked tanácsot. Gondoltam, jó lesne egy ital. Isten javít. Nyisd ki. Menj. Nem vagyok felöltözve. Szeretlek mutogatni. Menj már. Szia. Szia, Constance. Stuhoz jöttem. Ő az irodájában van. Hát megjöttél. Jól tudom, hogy volt egy kis gondod tegnap előtt a szalomban. Nem volt semmi komoly. Üzletről szeretnék tárgyalni. Hé, szívem, maradj csak. Nincs titkom a feleségem előtt. Szóval... Úgy döntöttél, hogy összefogsz velem? Hálás vagyok az ajánlatért. De átveszem a Hathaway üzletet. Ne viccelj. Az e-havi részlet. Vannak ötleteim, hogy állhatunk talpra. És figyelj. Hálás vagyok, hogy kisegítetted apát. Egy barátnak bármikor. Csak el akartam mondani a hírt. Kitalálok. Constance? Szép napot, Bobby. Vigyázz magadra. Ez jól fog állni, és szükséged van báli ruhára, igaz? Ez jól mutatna rajtad. Nem gondolod, hogy túlzás? Egy ilyen csinos lánynak? Dehogy is! Leveszem a méretedet. Gyere! Miért félek, Dobin? Jó napot, Mr. Hathaway! Segíthetek valamiben? Szeretném meghívni piknikezni. Uram, atyám! Mi az? Hát azonnal jövök, kislányom. Piknikezni? Ma? A folyóparton tudok egy szép helyet. Jól hangzik. Igen. Ez könnyen ment. Honnan szerezte a pénzt? Ezt a hadsereg állította ki. A félretett pénze. De nem fog sokáig tartani. Hola! Jó napot, uram! Jól van? Hay mucho peligro, señor. Sajnálom, de nem tudok spanyolul. Habla inglés? Señor, én nem érteni, mit mond. Mi a fene? Ah!
Remélem, máskor is megtisztelsz. Örömmel. Bobby! Bobby, a családod vár Norris doktornál. Curtis megsebesült. Apa! Curtis? Jött hazafelé Carnesból, amikor csapdába ejtették, ellopták a kocsiját és ellárták a baját. Hogy van? Az orvossal még nem beszéltem, az anyád van vele. Mennyire súlyos? Hát eltört három bordája, és agyrázkódása van. El kellett volna kísérni. Oh, ne vádold magad, Robert. Inkább a szemeteket, akik ezt tették. Menjünk be és nézzük meg. Mutasd magad. Igen. Tölts egy viszkit. Gyere az irodába. Kitartás, uram! Akit kiszabadítottál, búj telepes. Nem akar vádat emelni, és nem tudja azonosítani a támadóit. Mit tehetnék? Tartóztasd le azt a két fickót! Rendben, Bobby. Te láttad, hogy két ember támadta meg az áldozatot, ha? Ha? És az Stu is bejelenti igényét a birtokra. Tudod mit? Az a telek a jövő hónapban kerül vissza az eladható földek listájára, és nem tiltja a törvény, hogy Stu Crocker vagy bárki más bejelentse arra a telekre az igényét. Gus, én hittem abban, hogy a törvény az igazság mellett áll. Ezek szerint tévedtem. Hol vásárolnak a mexikói családok? A legtöbb Señor Gomez boltjába jár Corinba. Igaz-e? Ide tudnánk csalni őket? Az apát kockára tenni a fehér kuncsaftjait 25 barna bőrűért? Mexikói asszony a felesége. Szerinted? Fél tucatot. Köves. Por favor, entren. Irene, a hölgyek ruhát szeretnének venni. Nézzék csak, ezek hogy tetszenek, vagy inkább valami elegánsabbat szeretnének. Ó, ez finom volt. Igen, az. Köszönöm. Kell a föld és a víz. A Hathaway birtok alig egy mérföldnyire fekszik a vasútállomástól. Három kuttal. Kell nekem, és meg is fogom szerezni. Elnézést, egy kis figyelmet kérnék. A forgalmunk növekedett 23%-kal. Oh. Igen, köszönöm. Lloyd. Mit tervezel? Ideje kezelésbe venni Hathawayéket.
Holnapra elkészítem. Köszönöm. Muchas gracias, señora Gómez. A Hetővé család nincs itt. Nem is őket keresem. Tudunk rendelni névjegyeket, vagy névre szóló tollakat is. Hallom, segítettél a forgalom növelésében. Bobby nyilván örül, hogy felfogadott. Hozzám is majdnem elszegődtél, amikor megjöttél a városkánkba. De meggondoltam magam. Válogatós vagy? Nem értem, hogy egy ilyen szépség miért szegődik el olyanokhoz, akik csődbe mennek. Stu Crocker! Igen. Tartozik azért az óráért 15 dollárral. Tik-tak, tik-tak. És akkor mondtam neki, hát ne vitte el egyszerűen. Ray! Tölts nekem egy korsóval. Biztos, hogy itt akarsz inni? Persze. Ez a legjobb kocsma, nem? Az egyetlen. A sört, Ray. Érted, hogy mire célzok? Persze. Mondtam neki, hogy nem csinálja. Tudom, tudom, mondtam. Fiúk! Ré, menj ki pihenni. Biztos? Majd Vicky szolgál. Na csak, itt egy deréklegény. Szomjas! Miután szorgalmasan pakolgatott az üzletben meg a raktárban. Dolgoznia mindenkinek kell. Érdekelne. Szerinted Stu azután is megtart a boltban, hogy átvette? Ezt nem fogja megtudni, tekintve, hogy sose fogja átvenni. Lefogadom, hogy neked talál helyet. Kell valaki mosogatni és mosni most, hogy a kínai tönkre ment. Nekem most már mennem kell. Megiszom a sört és megyek. 10 cent lesz. Raynek fizettem. Azt mondta 10 cent boltos. Vedd el, te mocskos tolvaj. Fogd, fogd le. A múltkor nem kaptál eleget, igaz? Gyere! Felállni! Gyere ide! Ez az. Ez Mr. Crocker városa. Nincs szüksége a magad fajta söpredékre. Elegem van Stu Crockerből! Megöllek mindannyiótokat! Ő az. Kitüntették Spencer Thrift után. A kitüntetés miatt képmutatónak érzem magam. Olyan csatáért kaptam, amelyben csak lovagoltam. Egy Halloran nevű fickó volt a hős. Őt kitüntették? Posztumusz. De az igazán nagy kitüntetést egy túlélő kapta. Téged is meg akartak ölni. 6 napon át. Mentetted a bajtársaid? Mindent elkövettem. Akkor nincs miért szégyenkezned. Én nem úgy érzem. Bobby! Kérlek, gyere gyorsan! Lloyd és Vic éppen most látja el az unokaöcsét baját a szalonban! Figyelj! Valaki jön! Maradjon ott! Eljött az ítélet lapja, Crocker! Crocker! Semmi vész. Ártalmatlan. Ártalmatlan? Majd megmutatom én neked. Curtis, ne! Hagyd abba! Félre az útból! Hazamész. Ezzel nem segíthetsz. Menj haza! Nem megyek sehová. De igen. Indulás.
Ezt bízd rám. Az ítélet napja akkor is közelek! Stu, mióta fontos, hogy ki a város ura? Mindig az volt. Csak gyerekként ezt nem láttuk be. Neked juthat a tortából. Igen, micsoda? Amit tőlem megkaphatsz. Ha nem érdekel, takarodj innen. Ez birtokháborítás. Nem, zárjuk le most! Ahogy mondtam, ez birtokháborítás. Rendben, tegyék el a fegyvereket, uraim. Eltenni. Örülök, hogy itt van, sheriff. Birtokháborítás történt. Tartóztassa le. Add át a fegyveret, Bobby. Menj be. Most! Rajta pattanj a lovadra. Tudod mit? Szerencséd volt, hogy a lány szólt nekem. Különben semmi sem maradt volna belőled, amit az apád elvihetett volna. Hogy az én kuzinomat verték meg, és én vagyok bezárva? Nem az unokatestvéred követte el a birtokháborítást. Hogy lehet, hogy Stu Crocker ugráltat? Bobby, ezt a megjegyzést elengedem a fülem mellett. Stu Crocker rengeteg lehetőséget ajánl. Igen? Neked is, sheriff. Bobby, gyere ide. Tudod mit? Vigyázz a szádra. Nehogy elfelejtsem, hogy rajtam van ez a jelvény. Már rég elfelejtetted, Gus. Megmentettem az életed, Bobby Hathaway. Nem bírod elviselni, hogy a régi barátodat bűnözőként tartják fogva? Hát... túl nagy kérés lenne, hogy hallgassa józan eszedre. Bobby soha nem beszélt velem így. Ne töltsd magad babátorságot, vakmerővé tesz. Szerencsét, hogy melletted állok. Ne kelljen figyelmeztetnem. Különben, Stu. Még engem is elragadnak az indulatok. Hol van Bobby? Az úton vártam rá. Láttam, hogy a sheriff beviszi a városba. Gus elvette Bobby fegyverét. Hát az meg ki? Maradjatok. Hetővéjéket keresem. Megtaláltam. Mit akar? Michael J. Butler zászlós. Bobbyval szolgáltam. Kérem, jöjjön be. Elmehetsz. Nem értem a fickó, hogy ért ide ilyen gyorsan. Hát... itt van, zászlós úr. Helyesen teszi. Hathaway zászlós kitüntetett veterán és civilben is, mint a polgár. Az ezredes üdvözöl. Kerüld a balhét, Bobby.
Gyerünk, katona! Az ezredes üdvözöl. Ügyesen kihasználtad, hogy Gus tiszteli az egyenruhát. Ezt hívják lerohanásnak, katona. Hogy kerülsz ide? Messze még a karácsony. Az izgalom kezdett az agyamra menni. Nyugalomra vágytam. Akkor jobb, ha visszafordulsz. Ez a hála. Azok után, hogy pont akkor jövök meg, miután lecsuktak és kihozlak. Köszönöm. Ez a legkevesebb. Kár, hogy nem vagy ügyvéd. Hamarosan szükségem lesz rá. Más adottságaimnak most nagyobb hasznát veszed. Jól mondod. Kösz, Charlie. A csapos rögtön jön. Úgy nézek ki, mint aki inni jött. Enni szeretnék. Mit akar? Bobival várunk téged és a gazdádat a vadásztáborban, ma délután. Jó lesz. Négyesben leszünk. A barátomnak megígértem, hogy nem öllek meg. De most, hogy itt vagyok... Nehogy meggondoljam magam. Jó étvágyat! Olyan 300 yardra lehetnek. Tudod, az elsőt úgy tudnám elintézni, hogy meg se hallanák. Értékelem az ajánlatot, de hagyjuk őket életben. Reméltem, hogy emlékszel erre a helyre. Hogy felejthettem volna. Életem legszebb évei itt teltek. Lássunk neki. Emlékszel, hogy feltérképeztünk minden ösvényt és gödröt egész Mexikóig? Igen. Még megvan a térkép. Folytasd. Hát, nyilván nem a táj miatt hívtál ide. Valóban. Szeretnék veled megegyezni. Igazi kemény fiú vagy, mi? Nem, azt nem mondanám. Tudod, mit gondolok a katonákról? Az a gyanúm, hogy elmondod. Ostoba maskarában járnak. Csak együtt bátrak. Egymagukban semmit se érnek. Látom, komoly harctéri tapasztalatokkal rendelkezel. Hol szolgáltál? Egyszerű a helyzet. Kifizetjük az adósságot. Ma két részletet hoztam. Nem szokásom ilyet tenni. De megkönnyítem a helyzetedet. Ha a földet eladod, a bolt a tiéd marad. És kvittek vagyunk. Szó sem lehet róla. Akkor meg kell szabadulnom tőled. Mit akar ez jelenteni? Hogy elveszem a birtokot és a boltot is. Képes lennél ilyen aljasságra a szüleimmel szemben? Ennek semmi köze ahhoz, hogy gyerekkoromban megsajnáltak. Hozzám van köze? Úgy van, a háborús hőshöz. Köztünk maradjon, de lefogadom, hogy nem vagy te akkora hős. Ha semmiért kaptad a plecsnit is, akár csak minden mást.
Viszlátjuk. Régóta vártam erre. Egész életemben. Hiányzik a fiatal éned. Tudod, rég nyírtam már ki Pimasz írt. Állj! Megrémítesz, mikor ilyeneket mondasz. Még meggondolhatod magad. Ez már felkeltette az érdeklődésemet. Gyerünk! A kés balra, igaz? Kanálgéphez vagyok szokva. Az apád késik. Megint. Elmegyek érte. Nem gond? Dehogy is. Jössz? Örömmel. Hamarosan megjövünk. Itt az üzlettársam. Nem fogadtad el a pénzt. Akkor kvittek vagyunk. Nagy lelkű voltam. De kiegyenlítheted a számlát. Megveszem a telkedet. Itt a szerződés. Ismered a válaszomat. Ne merj nekem hátat fordítani. Fordítsd vissza! Mondjak valami, Stu? Csak akkor értél valamit, amikor Bobbyval lógtál. De én vagyok a bolond. Azt hittem, még marad benned becsület. Bíztam benned. Nagy hiba volt. Ne merj! Vidd a privékjeidet, és takarodj innen! Hajjas gyilkos! Vic, kutasd át, vedd el a pénzét. Figyelj, későig dolgozott, kirabolták, biztos valamelyik mexikói cimborája. Gyerünk, Stu, menjünk rajta. Vic, siess már! Gyere, Stu, gyere! Hívok orvost. Apa! Tarts ki, jön az orvos. Próbáltam eljutni a lovamhoz. Mi történt? Ki tette? Stu. Hiba volt hátat fordítani neki. Hallgass most. Takarékoskodj az erőddel. Sose felejtsd el, hogy milyen büszke vagyok rá soha. Viseld gondját az édesanyádnak. Apa, ne. Ne. Tarts ki, apa. Rendben. Hallod? Őszinte részvétem a nagybátyád miatt. Köszönöm, Mr. Jacobs. Thank you.
Mind elmentek. Sokaknak fog hiányozni. Láttad, ki van itt? Mit akarsz, Constance? Őszinte részvétem, Bobby. Add át az édesanyádnak. Megyek, mielőtt keresnének. Mindig szerettem az apádat. Ő is téged, Connie. Köszönöm. Korinzban nyári ruháért. Mit vettél? Semmit. Szép volt a szertartás. Stu, nem akarok veszekedni. Egyszerűen nem értelek, Connie. Olyan keveset kérek tőled. Miért nem tudsz lojális lenni hozzám? Mert velünk ellentétben hetövéjék jó emberek. Megérdemlik a tiszteltemet. Ezt kapom feleletül az őszinte kérdésre. Befelé! Jó, hogy itthon vagy, drága fia. Nekem is jó itthon. Hé, Bobby! Várj! Várj meg! Van valami megbeszélni valónk? Ez a város most egy puskaporos hordó. Téged ez nem zavar. Hidd el, én nem tehetek semmit. Most legalábbis nem. Tudod, hogy az apám mit mondott a halála előtt? Bobby, őket akkor máshol látták. És te nekik hiszel. Sosem meséltél. Ok nélkül ne ránts ki. Viselt gondom becsülettel. Robert azokat neked őrizte. Tudom, mire gondolsz. De azt akarom, hogy felejtsd el. Mire gondolok? Bobby, hallgass meg. Hálaimát fogok revegni, amikor az az aljas kígyó a pokolban ég. De nem akarom, hogy te juttasd oda. Élve van rád szükségem.
Mit keresel itt? Fel kell tennem néhány kérdést a múltkori esetről. Sajnálom Robert Hathaway-t. Mintha az apám lett volna. Ezt olyannak ad be, aki nem ismer téged. Rabló támadás volt, nem más. Én a szalomban voltam. Igen, a Dakota lány tanúsítja. Mi ez az érdeklődés? Bobby Hathaway apja elmondta, hogy te voltál. Mielőtt meghalt. A Hathaway család a vesztemet akarja. Szeretnék beszélni Constance-szal. Nincs itthon. Ó, akkor hol van? Ő csak hagyd békén. Rendben. Majd alkalmasabb pillanatban visszajövök. Takarodj innen. És ne gyere vissza, ha nem hívlak. Én választattalak meg, le is válthatlak. Még kiszállhatsz, Mike? Biztos, hogy részt akarsz venni ebben? Már mondtam, benne vagyok. Nos, Mike, ennyi van. Ja. Nem egy fegyvertár, igaz? Na igen, csak ennyi van. Lovagoljunk el Stuhoz és essünk túl rajta. Várna ránk. Ki kell csalnunk, hogy ő lépjen először. Rögtön jövök. Hol támadod az ellenséget? A leggyengébb pontja. Az általad választott időpontban. Ez segít? És a ma kivitelezett jó terv többet ér, mint a jövő héten végrehajtandó tökéletes terv. Csak régen. Ahogy mondod. Essünk túl rajta. Úristen! Miattam nem kell leállni. Nyisd csak ki. Legutóbb figyelmeztettelek. A széf üres. A lovak az utcán vannak. Curtis, vidd ki a fiúkat, felállni. Gyerünk! Rajta, fiúk! Duke Rockernek, hogy kitört a háború. Jó reggelt, anya. Az apád is így aludt. Aludt, mégis éber volt. A harctéren megtanulja az ember. Mosakodj meg, reggeliz, aztán aludt ki magad. Nem érek rá aludni. Pihenj. Én majd örködöm. Menj.
Rittátjátok a szátokat! Menjetek a dolgotokra! Tűnés! Kőköven nem maradt. És a szép is üres. Tudni akarom, hol vannak. Akár külön, akár együtt. Halott emberek. Igenis. A következő ne az istálló legyen. Értékes célpont. Túl könnyű védeni. És a földhivatal? Ott nincs semmi. Az értékes papírok a jegyzőnél vannak. Hát, bárhová megyünk, több a fegyvere. Úgy van. Ezért kell neki jönnie. Curtis, volna egy veszélyes megbízatása. Én készen állok. Anyát vidd el Irene-hoz, és hírezted el, hogy Mike elutazott, hogy mi ketten vagyunk a boltban. Ez jól hangzik. Gázkégő közeledik az úton. Sheriff? Nem tudom, hallottad-e már, de valakik tegnap este felrobbantották Crocker szalonját. Igaz-e? Ma este ide küldjem a helyettesem. Nincs mitől tartanunk. Rendben. A boltban leszünk, ha szükség van ránk. Valaki tegnap jelentős adományt helyezett el a templom küszöbére. Bokert atya nyilván hasznos célra fordítja a pénzt. Ja, nyilván. Vigyázz magadra, Bobby. Ok nélkül ne ránts ki. Viseld gondom becsülettel. Az ír mit ugrász, ma reggel elment. Csak Bobby és az unokaöccse van a boltban, mintha mi se történt volna. Biztos ezt akarod, főnök? Ide hallgassatok. Mindketten figyeljetek. Naplementére Bobby hetevének meg kell halnia. Ellátogatunk hozzá. A város közepén. Ideje, hogy lássák, ki itt az úr. Hozzátok a lovamat. A városban mindenki a szalonról beszél. Látta Stewart? Nem. Menj Irene-hoz, és maradj ott, amíg ez lezárul. Olyan dolgokra készülök, amiket nem feltételeztél volna rólam. Utána nem biztos, hogy akarod, hogy együtt lássanak minket. Ha végeztél, várlak. Ki vagy ütve? Már megint. Aludni akarok. Néhány óra múlva megjövök. Csípd ki magad. A városban vacsorázunk. Józanodj ki. Induljunk.
Remélem, megtisztítottátok a koltokat. Szükség lesz rájuk. Indulás! Gyá! És az emberei közelednek. Köszönöm, Connie. Szeretlek, Bobby. Mindig szerettelek. Mindig is foglak. Gyerünk! Ja! Utána! Vége! Gyertek elő! Hol van az unokabátyád? De ma nem. Tarts ki, fiam. Tarts ki. Örülök, hogy rám cáfoltál, Gus. Gyá! Tarts ki, fiam. A kezedet tedd a fejed alá. Jön az orvos? Igen, igen. Helyes. Tudtam, hogy ide jössz. Átkeltem a hegyen, hogy megelőzzelek. Nincs időm erre, Bobby. El kell jutnom Mexikóba. Az utazgatásnak számodra vége.
Zárjuk le! Hadd menjek Konstanzhoz! Ha ő nincs, megleptél volna minket. Hogy érted ezt? Ide lovagolt és szólt, hogy jöttök. Most is az anyámnál vár rám. Ja! Csak azt akartam, Bobby, hogy tiszteljenek. Azt ki kellett volna érdemelni. Köszönöm, Mary Jane. A jövő héten várjuk. Köszönjük a viszontlátás. Muchas gracias, señora Gómez. Most pakolják ki az árut. Kellek én itt? Nem, boldogulunk. Menj és intézd el. Nekem találkozom kell Bobbival. Én vagyok itt az egyetlen, aki képes a vevőkkel foglalkozni. Maradhatok. Ugyancsak vicceltem. Menj csak. Szaladj. Ruby Jane, jó reggel. Jó reggel. A terítő, amit rendeltél, megérkezett. Remek. És nagyon szép. Az ám. Ugye, szép? Igen. Ó, szia, kislányom. Meg kell mutatnom Millie Carsonnak ezeket a szöveteket. És Thelma Davis is ma délután jön a szoknyájáért. És az előbb láttam azt az írtóhelyes férjedet a sheriff hivatalában. Szia! Tudom, hogy miben sántikálok. Jó napot, uraim! Jó napot, Mrs. Hathaway! Serena! Ha megbocsátatok, rendezvum van a feleségemmel. Bobby, tedd csak, ami jól esik. Én visszavonultam. Hogyne, randiz csak sheriff. A helyetteset tartja a front. Azért hagytam ott a kereskedelmet, mert nincs jó munkaerő erre. Kivel vert meg a sors? Ne panaszkodj! Gyere, Mike, vár ránk a sok parti, sheriff, hölgyem. Hello. Kimegyünk a házhoz. Hétfőre szeretnék elkészülni a tetővel. Nem sürgős. A bútorok csak 10 nap múlva érkeznek meg. Olyan rég vártam, hogy családot alapítsak. Azt hittem, pár nap már nem számít. De igen. Ott megy! A magányos lovas! Csak voltam, Ré. Csak voltam. Már nem vagyok.